mondd meg nekem részes, hogy mióta ünneplik a nőnapot a világban? Várjál, mert én tudok olvasni a gondolatokba is. Ceruza azt gondolja, 1917. Ceruza, ez egy nagyon jó válasz. Az életzenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák azokat. Richard Wagner gondolatai ihlették az idei nőnapi rendezvényt Bátaszéken. Már több éve, hogy március 8 a nők napja alkalmából megünneplik az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgyeket. A kulturális esten fellépett a pécsi Vivat Bacchus énekegyüttes, akik a műsoruk összeállítása során szem előtt tartották és előtérbe helyezték a nőket. Nem maradt el a móka és kacagás, és természetesen a sok ismert dal és dallam sem. Főszerepben a bordalok voltak. A bordal alapvetően abszolút férfi műfaj, bár a kulturált borfogyasztásban most már nagyon bekapcsoltak a hölgyek is, de a bordalok azok általában inkább a férfiakra épülnek. Ezt nemzetközi szinten is mondhatom, mert a nemzetközi bordal fesztiválokon is általában férfi karok lépnek fel. A legtöbb nő szerint számukra minden nap nőnap. Otthonaikban igaz nem ünneplik meg külön a nőnapot, viszont a háztartásban levő férfiak éreztetik apróságokkal, hogy fontosak, és sokszor nélkülözhetetlenek számukra. Egy kicsit a város megemlékezik rólunk is, és ez jól esik. Igazán otthon nálunk nincs külön nőnap, nekem minden nap nőnap van. Úgyhogy ez egy ilyen megtiszteltetés, és szeretek részt venni rajta. A város gesztusának minden az önkormányzat kötelékében dolgozó hölgy örvendett, jóleső, pozitív visszacsatolásként élték meg, hogy elismerik ezzel is őket. Nagyon nagy öröm, hogy a munkahelyünkön is számon tartanak minket, nem csak úgy, mint dolgozót, hanem mint nőt. És azt gondolom, hogy azon a területen, ahol én dolgozom, tehát szociális területen, a gondoskodás az a mindennapok része. És azt gondolom, hogy a női személyiségnek is egy nagyon fontos része ez, úgyhogy örülök neki, hogy most van ez a kis ünnep. Egy csuklás és egy jaj. Bemutatom. Nagyon egyszerű. Jaj. Na, ennyire. Főpróbát csinálunk, hogy főpróbát. Figyelj. Hát, figyelj. Semmi más nem tudom. Na, ez lesz a következő. Borosan meg kicsérhet. Mi az a kicsérhet? Egy hírvelünk. Beállt a tolat, azt hiszi kimehet a függöny mögé, de nem. Ha elképzelünk ide egy boros üveget, és most megdicsérjük. Figyelj! Segítünk! Hát, kedves boros üvegem, gyere ide, beszélgess velem! A világba bátran kiáltom! Ez a nap azért különleges, mert jó alkalom a nők áldozatos munkájának elismerésére, illetve lehetőség ez alkalomból a nők iránti tiszteletet és megbecsülést kifejezni. Gyakran a saját munkájukért, a nagyon fontos és áldozatos munkájukért önmaguktól kaphatnak csak köszönetet. Ezért nagy ritkán szükség van arra is, hogy azok is köszönetet mondjanak, akik hát alanyai ezeknek a munkáknak, tehát akik tulajdonképpen elvárják, vagy megkövetelik, vagy elfogadják ezeket a munkákat, amik tőlük jönnek. Ezért én azt gondolom, hogy ez a nőnap ez egy ilyen alkalom, amikor ne csak saját maguknak kelljen megköszönniük, vagy ne csak attól legyenek elégedettek, hogy na, hál' Istennek ezt a munkát befejeztem, hanem ezt kívülálló is vegye észre, és valamiféleképpen mondjon érte köszönetet. A szeretetet és a gondoskodást, mely minden férfi tapasztal élete során, meg kell becsülni. Hosszú évek óta hagyomány, hogy nőnap alkalmából
egy rendezvény keretében mondunk köszönetet intézményeinkben dolgozó hölgyeknek, illetve a város hölgytagjainak, mind azért a szeretetért, gondoskodásért, mert a férfi társadalom és a férfiak irányában tanúsítanak az év 365 napján. Igaz, hogy nőnap egy alkalom van egy esztendőben, de azt gondolom, hogy ezen az ünnepnapon kívül azért mi férfiak mindig meleg szívvel gondolunk a hölgyekre. Az ünnepi köszöntés végén a málnás, habos sütemény is nagy sikert aratott a hölgyek körében, akik nem maradtak virág nélkül sem. A jelenlévőknek egy-egy szál tulipánnal kedveskedett a város vezetősége.